Megkezdődik az Észak-Kelet-Pest és Nógrád megyei térségi hulladéklerakó rekultivációs projekt kivitelezése. Az önkormányzati társulás elnöke, Gödöllő polgármestere Gémesi György február 28-án Kerepesen bejelentette, 2 milliárd forintot nyertek el pályázat keretében, így 29 település környezeti szempontból nem biztonságos hulladéklerakójának rekultivációja valósulhat meg. Az Észak-Kelet-Pest és Nógrád megyei térségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás elnöke utalt arra is, hogy az elmúlt években milyen feladatokat kellett elvégezniük. Ennek a társulásnak az volt a feladata, hogy egy nagy uniós projekt kapcsán 105, és aztán később 106, de több mint 100 településnek a hulladékgazdálkodását fogja össze. Első ütemben arra nyertünk közel egy 6 milliárdos pályázatot, hogy két központtal, Nógrádmarcalban és Gödöllőn, két lerakóval szervezzük meg ezeknek a településeknek a legkorszerűbb hulladékgazdálkodását, illetve első körben csak a hulladék lerakást, és aztán, ahogy mentünk előre, a begyűjtés és a szállítást is, tehát a komplex hulladék gazdálkodását szervezzük meg. Ma ott tartunk egyébként, hogy a térségben a hozzánk tartozó települések 70%-a ide hordja a hulladékot teljes mértékben, komplex szolgáltatást igényel, és a 30% még az átmeneti időszak miatt, ez azért mondom, mert az új hulladékgazdálkodási törvény még adott lehetőséget év közepéig arra, hogy maguk szervezzék meg a szállítást és a begyűjtést, később már bizonyos feltételek megléte esetén lehet csak ezt megtenni. Tehát az is azt a reményt fogja mondani, hogy 80-90%-ban mindenki erről a területről a komplex szolgáltatást fogja igénybe venni. Azért mondtam el ezt a kicsi bevezetőt, mert nagyon kevesen vannak benne igazán ebbe a folyamatba, és hogy értsék azt, hogy milyen újabb örömteli bejelentés kapcsán jöttünk össze. Ez a társulás egyébként létrehozta a Zöld Híd Régió Kft-t, amelyik a szolgáltatást végzi, és a társulás, amelyik a polgármestereknek a közgyűlése, és aminek én az elnöke vagyok, az kontrollálja tulajdonképpen személyemben egy személyben, de végül is a társulás teljes demokratikus háttérrel kontrollálja magát a településen a hulladékgazdálkodást. Mi akkor már úgy döntöttünk egyébként, hogy non-profit alapon fogunk működni, tehát ez soha nem törekedett nyereségre. Azért is jó, hogy a polgármesterek voltak ennek a kontrolljai, és azért is csatlakoztunk magunk, mint Gödöllő is ehhez a projekthez, mert már akkor azt mondtuk 5-6 évvel ezelőtt, hogy a lehető legolcsóbban, a leghatékonyabban, inkább így mondom, nem olcsóbban, a leghatékonyabban szervezzük meg ezt a szolgáltatást. Magas színvonalon, az európai követelményeknek, a jogszabályoknak megfelelően, és a lehető költséghatékonyabban szervezzük meg ezt a szolgáltatást. Egy nagyon-nagyon nehéz úton voltunk túl 2010 júniusában, amikor ezt a hulladéklerakó telephelyet átadtuk, megnyitott, akkor Illés Zoltán mostani államtitkár, Szűcs Lajos Málkos államtitkár volt, Szűcs Lajos Pest megyei közgyűlési elnöke is ezen az átadáson részt vett, és örömmel konstatálták, hogy mi egy ilyen alapon szerveződtünk meg, és így biztosítunk szolgáltatást. Ezt csak azért mondtam el, mert az elmúlt években, talán évben, hónapokban pont a rezsicsökkentés kapcsán fogalmazódott meg, hogy bizonyos jellegű szolgáltatások milyen nyereség és nyereséggel dolgoznak. Mi ezt már akkor így fogalmaztuk meg, így működtünk, és most az új törvénynek megfelelően január 1-től non-profit alapon, hivatalosan is non-profit alapon működik a társulás. Az önkormányzati társulás teendői között nem csak a hulladékgazdálkodás megszervezése szerepel, hanem az adott települések hulladéklerakójának rekultivációja is. Másik uniós pályázatot pályáztunk meg szintén 5 vagy 6 évvel ezelőtt, mintegy 2 milliárd forintos értékben, hiszen nekünk más kötelezettségeink is vannak, nem csak a hulladékgazdálkodás megszervezése, hanem kötelezettségeink vannak a múlt felszámolására, ezt most nem politikai értelemben értem, hanem a hulladékgazdálkodás terén, hiszen számos településen vagy település mellett ebben a térségben, a mi ellátási területünkön ugye hulladéklerakók működtek, persze azok között a körülmények között, és ezt a kötelezettséget az önkormányzatoknak előírta a törvény, hogy ezeket rekultiválni kell. Erre pályáztunk, és egy 100%-os
uniós támogatású, vagy szakszárkos támogatású, intenzitású pályázat elnyerve, 2 milliárd forint értékben, hosszú-hosszú előkészítő munka után, a szakma előkészítő munkája után gyakorlatilag indulhat ez a rekultiváció az állampolgárok megelégítésére, hiszen már nem csak arról van szó, hogy a hulladékgazdálkodást valóban a legmagasabb szinten szervezzük meg, hanem felszámolva ezeket a gócpontokat, gyakorlatilag egy nagyon komoly környezetvédelmi tevékenységet is végzünk. 29 településen kezdődik meg a hulladék lerakó rekultivációja, például Dányban, Erdőkeltesen, Gödöllőn, Szadán, Isaszegen és Balassagyarmaton is. Gyenes Szilárd, a szakmai munkát irányító Zöldhíd Régió Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a térségben a 109 település önkormányzatnak a területén 35 nagyobb hulladék lerakó van, tehát a túlnyomó többségük rekultivációját sikerül megvalósítani. Alapvetően háromféle munkát különböztetünk meg majd az elkövetkezendő időszakban. Az egyik az azokon a területeken végzendő rekultivációs tevékenység, ahol nagyon komoly környezeti veszély leselkedik, hogy így mondjam, a hulladéklerakó vonatkozásában. Ezek elsősorban olyan hulladéklerakók, amelyek vízbázison, Natura 2000-es területen, tehát ilyen helyeken helyezkednek el. Volt egy idő a szakmában, amikor soha el nem tudtuk azt képzelni, hogy megtörténhet, hogy ezeket a hulladéklerakókat egyszerűen felszedjük és teljes egészében felszámoljuk. Van néhány ilyen hulladéklerakó ebben a projektben. Említhetném éppen itt például Hugyav települést, ahol a Ipoly folyó Kavics teraszán található a hulladék, és hát gondoljanak bele, amikor az Ipoly árad, jön föl a talajvíz, akkor gyakorlatilag ez ugyanúgy a hulladéklerakóban is megjelenik. Tehát ezeket a nagyon veszélyes és szennyezőforrásként potenciálisan szóba jöhető hulladéklerakókat a program keretében egyszerűen felszedjük. A második kategóriába azok tartoznak, amelyekben a bomlási folyamatok lezajlódtak. Itt gyakorlatilag végleges záró réteget tudunk rakni a hulladéktestre, azzal gyakorlatilag lezártá válik az adott település számára is ez a történet, és hát mondhatom így is önöknek, hogy biztonságba helyezve ugyan, de ezt egyelőre ugye itt hagyjuk az utókor számára. Erről egyébként majd egy-két gondolatot még megosztok önnel egy európai kitekintésben. A harmadik kategória pedig, ahol viszonylag frissek a hulladéklerakók, ahol a konszolidációs folyamatok nem zajlódtak még le, ott végleges záró réteget nem tudunk tenni ezekre a lerakókra. Ott egy úgynevezett konszolidációs időszakot követően majd reményeim szerint egy közös és hatékony szakmai együttműködés keretében a környezetvédelmi hatósággal döntjük el, hogy mikor válik ez a hulladéklerakó is véglegesen lezárhatóvá. Ez nyilván újabb forrásokat igényel majd, mert hiszen ez a pályázat a jelenlegi megvalósítási terveit követően lezárul, tehát maradnak még így is jócskán feladatok. Részben a kimaradt, sajnos tulajdonjogi és egyéb szakmai problémák miatt kimaradt lerakók lezárására, más tekintetben pedig azokon a helyeken, ahol nem tudjuk ebben a pillanatban a végleges lezárást megejteni, ott pedig majd a későbbiekben. Én úgy gondolom egyébként, hogy elnök úr és az elnökség által vezetett társulás, aki abból a szempontból nekünk szakmailag nagyon megnyugtató módon hagyta folyamatosan a szakembereket dolgozni, és a szakmai véleményünket az esetek 99%-ában el is fogadták, továbbra is egy közös önkormányzati társulási összefogás keretében támogatni fogja ennek a feladatnak a teljes és végleges befejezését. Nos, hát annyit szeretnék még önöknek elmondani, hogy nagyon korrekt, szakmailag nagyon szigorú és költség alapú, tehát a legjobb pénzügyi ajánlatot nyújtó, hogy így mondjam, vállalkozókat felvonultató közbeszerzési eljárást követően a Repét Kft. Mint mérnök, a Strabag MML Kft. Mint kivitelező fogják a munka dandárját a projekt megvalósító egység mellett majd végrehajtani. Reméljük, hogy nagyon jó és eredményes együttműködés elé nézünk. Az Európai Unióban már egy új eljárást alkalmaznak a hulladéklerakókkal kapcsolatban.
Az európai kitekintést pedig annyiban szerettem volna önöknek elmondani, hogy mint ahogy jó néhány évvel ezelőtt azt sem gondolta a szakma, hogy eljutunk Magyarország több ezer hulladéklerakójáról oda, hogy felszedünk, vagy éppen ilyen módon véglegesen lezárunk. Van már Európában egy újabb vízió is, ugyanis ahogy a környezeti értékeink egyre növekednek, a nyersanyagok egyre értékesebbé válnak. Nyugat-Európa számos helyén kezdték már meg, de nem csak itt, az Egyesült Államokban is, felszedni, illetve kibontani azokat a régi hulladéklerakókat, amelyek voltak, újra átrostálni különböző gépi technológiákkal az értékes, termikusan hasznosítható anyagokat kiválogatni belőle, és még a régi hulladéklerakókat is, hogy így mondjam, felhasználni. Én úgy gondolom egyébként szakmailag, hogy egy-két évtizeden belül a magyar hulladékgazdálkodási szakma és Európa több országa is el fog ide jutni, tehát lesz még dolgunk a hulladékainkkal. Annak ellenére mondom ezt, hogy egy nagyon dinamikusan fejlődő hulladékgazdálkodási rendszer megépítésében és irányításában vehetek részt, amire nagyon büszke vagyok. Ma azért jó néhány számos problémával küzdünk, főleg a változó szabályozás és az elég nehezen kiszámítható szakmai környezet okán. A sajtótájékoztatón érdeklődtek az erdőkertesi hulladéklerakó megszüntetésének időpontjáról is. Annyit információt tudok önnek frissen elmondani, hogy ugye 5 lotra bontva hajtottuk végre a közbeszerzési eljárást. Ebből egy korábbi viszonylag apró engedélyezési probléma miatt az erdőkertesi csúszott az utolsó helyre. Helyre fog jönni ez a, hogy így mondjam, állapot. Körülbelül egy 2-3 héten belül ott is eredményhirdetés lesz, az eljárás jól halad, és ugyanebben az évben kvázi műszakilag be kell pótolni, be kell hozni ezt az adminisztratív okokból történt lemaradást. Azt hiszem, hogy átmeneti záró réteg lesz egyelőre az erdőkertesi hulladéklerakón, ami egyébként szakmailag már azért alkalmas a biztonságba helyezésre. A szadai munkálatokról is információt kértek. Általában az a szabály ebben a rendszerben, hogy 2014. december 31-e a munkák befejezésének a véghatárideje, tehát addig kell őket elvégezni. A vállalkozó és a mérnök nagyon gyorsan dolgozott, azt hiszem már a kolléganő megerősíti, múlt héten megkaptuk a műszaki ütemezéseket, amelyeket a vállalkozó tervez. Ezek egyébként természetesen, mint ahogy eddig is, így módon igyekeztünk elvégezni a feladatainkat, nyilvánosak, tehát akár a település részéről önök, de az érdeklődő polgárok is megtekinthetik majd ezeket. Most azt arra konkrétan nem tudok még önnek mondani, mert szerintem ez a következő koordinációnál lesz nagyjából végleges, hogy mi a legvégső ütem, de több csoportban, több helyen egyszerre kezd a vállalkozó majd tevékenykedni. A lényeg az, hogy 2014. december 31-e az befejezési véghatáridő lesz. A dáni polgármester asszony Gódor Lajosné egyrészt örömét fejezte ki, hogy megkezdődik a dáni hulladéklerakó rekultivációja, másrészt érdeklődött, hogy szükség lesz-e közmunkások foglalkoztatására. Része a programnak az, hogy olyan egészségügyileg és munkavédelmileg egyébként elvégezhető kisebb feladatokat, mint a környéken szétszóródott hulladék összetakarítása, ezeket helyi közmunkások bevonásával végezzük. Ez azt is mondom, hogy a pályázatban vállalt kötelezettség, úgyhogy ebben majd természetesen együtt fog kelleni működni. Na most miután egy elég érdekes a szituáció a Zöldhíd vonatkozásában, mert nem minden önkormányzati társulás nál van olyan szervezeti struktúra, hogy akik vezetik a programot, ott egyben szakemberek is. Tehát mi, mint a társulásnak a szakemberei, a mérnökkel együtt a helyszínen is gyakran meg fogunk fordulni, nyomon fogjuk követni a munkáknak a menetét, és adott esetben menet közben is egyeztetni fogjuk a felmerülő problémákat. Az önkormányzati társulás elnöke arról is beszélt, hogy az év végére a hulladéklerakók rekultivációjának köszönhetően nagyot lépnek előre a környezetvédelemben. 2014 végén azt is remélem, hogy jelenthetjük önöknek, amennyiben a program sikeresen zárul, miért ne lenne így, hogy ebben a térségben, ezeknél a településeknél a legkorszerűbb hulladékgazdálkodás non-profit alapon működik,
és azt is, hogy a korábbi környezet szennyezési kötelezettségek egy jelentős rész felszámolásának egy jelentős részén túl vagyunk. Nem teljes mértékben nyilván, hiszen ennek még további állomásai lesznek, de én azt hiszem, hogy ha ország minden ilyen, minden ekkora nagyságrendű térsége, hulladékgazdálkodása ezen a szinten ilyen formában tudna szakmailag magas színvonalon működni, akkor egy nagy csomó minden tekintetben a környezetvédelmi terhelések és a problémák megoldása az már nem jelentene különösebb problémát. Dolgozunk ezen, azokkal a nehézségekkel, amikkel meg kell küzdenünk, elsőképpen ezzel a több mint 470 millió forintos nehézséggel, amire talán most van esély forrás szerezni a kompenzálás keretein belül, de hát a kompenzálás a rendelkezéssel a források több mint 10-szerese szerepel most igényként bent beadva. Két lehetőség van, vagy az eredeti forrás lesz csökkentve visszaadva, vagy talán van mód arra, hogy növekedjen. Én másodikat szeretném, hogyha történne, hogy növekedjen ez az erre rendelkezésre álló összeg, mert akkor fogunk tudni valóban költséghatékonyan, megfelelő tartalékokkal, biztonsággal működni, és ez a lényeg a dolognak, hogy biztonsággal működni 300 ezer embernek szolgáltatunk. Gémesi György elmondta azt is, 300 ezer ember mindennapi életét könnyítik meg a környezeti terhek csökkentésével, és ezt a munkát a jövőben is folytatják.